Villámgyorsan terjednek az álhírek a közösségi médiában, a felhasználók pedig nem ellenőrzik az információ valóság tartalmát. A koronavírussal kapcsolatos álhírdömping után tegnap délután is egy álhír miatt tört ki a tankolási pánik. Szakértővel kerestük a magyarázatot az álhírek iránti fogékonyságra. Az utóbbi néhány évben látványosan megnőtt az álhírek száma. A járvány kezdetén rohamosan ürültek le a tartós élelmiszerekkel, illetve tisztálkodási eszközökkel megpakolt polcok, sok helyen WC papírból spájzoltak be. Aztán a hivatalos adatokat, később az oltással kapcsolatos információkat kérdőjelezték meg tömegesen. Tegnap este a közösségi hálón futótűzként terjedt el a hír, hogy mától 11 lej lesz egy liter üzemanyagára, ami hamisnak bizonyult. Ma már tényként lehet kezelni, hogy az álhírek mögött a nyugati civilizáció destabilizációjában érdekelt valóságos álhírgyárak állnak. Az álhírek kiszűrése komoly erőfeszítést igényel, különösen most a háború okozta nehéz helyzetben, fejtette ki híradónk érdeklődésére Forró Erős Gyöngyi klinikai szakpszichológus. Most ezt ma például az állatvilágban még nagyon szépen megfigyelhetjük, például egy őszcsapatban, vagy egy júnyájban, ugye, hogyha a seregnek egyik tagja megijed, és ez szerint kezd viselkedni, magyarán megfutamodik, akkor automatikusan a többi követni fogja, még akkor is, hogyha nem érzékeli egész pontosan, hogy mitől is kellene féljen. Ez a viselkedés, ez bizonyos helyzetekben valóban életmentő lehet. És minden bizonnyal ez a reflex aktiválódhat ma is az emberekben, amikor ilyen vészhelyzeti krízist élünk meg, és ilyenkor ilyen meggondolatlan és ösztönös reakciókat adunk ezekre a helyzetekre. Elmondta, nem hiszi, hogy a média vagy akár a társadalom bármit tud tenni annak érdekében, hogy az embereknek az ilyen pánikszerű reakcióit kiküszöböljék, hisz mindig meg lesz az a réteg, amely fogékony ezekre a tartalmakra. Az ilyen pánikszerű cselekvések terén a határa csillagos ég, véli a szakpszichológus, hiszen a stabilitás és az előreláthatatlanság hiánya olyan bizonytalanságérzetet ad az embereknek, amelyet a psziché nagyon nehezen visel el. Annyira nehezen, ez is ugye már egy tudományos tény, hogy sokkal könnyebben elviseljük a biztos, már jól ismert rosszat, mint egy bizonytalan, potenciálisan jót.